Amikor gyerekkoromban apámmal az építkezéseken jártam, ahol ő építésvezető volt, mindig megfogott az ácsok, ceruza használata. Mert gyerekként már rádöbbentett, hogy a kétkezi munka és az írás, a szellemi munka összetartozik. Az ezüst ágyceruza a kéz intelligenciáját jelenti. A kéz intelligenciáját, ami a személy és az egész emberé végül is. Az építészet tér és idő kereszteződése. A teljesség. Ezért érdemes róla írni. Családi inspiráció fontos volt abban, hogy a humántudományok pályára kerüljek. Édesanyám révén, aki művészet kedvelő és művészet gyakorló ember volt, bár maga a szakmájában végül is máshova került az életében, de tele volt a lakás, a könyvtár képzőművészeti könyvekkel. De az építészet volt az, ami már gimnáziumban megfogott. Érdekelt, hogy lehet a mélyére menni annak, hogy ezek az épületek, amik itt körülöttünk születnek, ezek miért olyanok, amilyenek. Róma az egy külön kategória. Tehát Róma az egy olyan intenzív időélmény volt, ami azt jelentette számomra, hogy valamiképpen nem szűnt meg az idő. Valahol ott van az az idő, megkapjuk ezektől a kövektől azt, amiben a korábbi emberek éltek. Amikor először jártam Itáliában, olyan volt az egész, mintha már ezt láttam volna. Belejátszott az is, hogy 78-ban kaptam egy hónapos nyári ösztöndíjat még egyetemistaként, és 1978-ban egy hónapot Perugiában töltött nyáron, az olyan felszabadító élmény volt diákként. Tehát az olyan fokig felszabadítom hatottam 20 éves koromban, hogy ez egy ilyen beágyazott, egy ilyen sugárzó gyémánt maradt bennem, ami így azóta is így sugároz. Ez működik a dolog, nem tettek róla, működik. Utolért az életem során egy olyan esemény, egy olyan életszakasz, ami megakasztott, és egy betegség volt, ami megállásra kényszerített 48 éves koromban. Egy többszörös rákbetegség, ami megfordította az életemet, mert meg kellett küzdenem vele. Nem titok vagy közhely, hogy a mai civilizációban a halált valahogy elfedjük. Az időt is elfedjük. És úgy tűnik, mintha egy folyamatos krémesevő versenyben mindannyian csak élvezkednénk és sose öregednénk meg. Ha megöregednénk, akkor úgyis tudjuk, hogy már nincsen szükségünk, és már a vége az egésznek. És a betegség során a halállal való szembenézés élménye fordított engem, vagy vissza saját magamhoz. Egy olyan időszak után történt ez, amikor utólag jöttem rá, hogy eltávolodtam saját magamtól. Ez sokakkal előfordul, és tapasztalom azóta is, hogy teljesen általános és egyszerű emberi történet ez, tehát nem egy kivételes dologról van szó, és mégis alig-alig nézünk ilyesmivel szembe. Nekem ez személyesen minden bizonnyal vallási neveltetésem révén is egy Isten tapasztalat volt. Akik nem hívőként nevelkednek, vagy nem tudják, hogy létezik Isten, azoknak ez a saját magukkal való találkozást jelenti. A pszichológia, a vallás, lélektan és a tradicionális filozófia azonban tudja, hogy Istennel csak saját magamban találkozhatom, illetve akkor találkozom magammal, amikor Istennel is találkozom. Tehát a kettő dolog nem választható el egymástól.